Az iskola épületéből sétáltak át a diákok tanárai kíséretében a város főterére, a Kossuth szoborhoz, hogy virágokat és koszorúkat helyezzenek el az intézmény névadójának születésnapja alkalmából. A dabasi Kovács Sámuel hagyományőrző tüzércsapat segítségével elsőként Dabasváros önkormányzata koszorúzott az emlékműnél, majd a tanulók is a szobor lábához tették a virágcsokrokat. Végül, de nem utolsó sorban, a Táncsics Mihály gimnázium nevében is koszorút helyeztek el. Kossuth Lajos 1802. szeptember 19-én született, így pontosan születésének napján volt a megemlékezés, melynek végén a jelenlevők Kossuth nótákat énekeltek.